fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot, figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos s fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ős fényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Farkasinszky Tibor professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia közgazdaságtudományi kandidátusát, a Magyarságtudomány bölcsészét, a munka érdemrend ezüst fokozatával kitüntetett nyugalmazott főtanácsost, magyar ősvallás és őstörténetkutató Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király magánegyetem volt tanára. Professzor úrnak egy életmű sorozata készül, aminek most a 12. részét hozta el nekünk professzor úr. Engedjék meg, hogy még egy pár mondat van professzor úr munkásságáról. Olvassak. Feltárta a magyarok hitregei, Kaszpi-tenger környéki és tényleges Urmia-tó vidéki őshazájának egykori létét, a létezés, változás és szabályozás régen ismert világtörvényét, a magyarok és rokon népeik ősi, isten és világszemléleti bölcseleti rendszerét, annak alapján régi magyar műkincsek, például Nagyszentmiklósi aranykincs edényei, III. Béla király pénzei, Lehel kürtje, és műtárgyak, például a Miska Kancsol utcaszék egészének és ábráinak jelentését. Napjait kutatással, könyvírással, előadásokkal és kertjének művelésével tölti. Megjelent könyvei, magyar őstörténet új alapokon, a magyarok aranya a Nagyszentmiklósi kincs edényein ősi istenségük jelképeivel, III. Béla király rejtett közlései pénzein az ősi magyar istenségről, népről, hazáról, dinasztiáról, a magyarok hitregei őshazája és a felezés meitoszi rejtőki régi világtörvénye, a Lehel kürtje faragványainak jelentéséről, a Miska Kancsó ősi istenség és világjelképünk. Hát még az előző előadásról szeretném azt megjegyezni, hogy őseink nem csak lovas íjászok voltak, hanem pásztorok és földművesek is, mert a lovas íjászoknak enni is kellett, és népünk két nagy csoportból származik, az egyik a hurvi, a másik a guti. A hurvi gyerkébe volt a griff, a gutiké pedig a lomba növényi ág, és így guti hurvi őseink voltak, és ezeknek a hagyománya megvászik a különböző tárgyalinkon is, amelyiket a griffes indás díszítésnek nevezik. Most a griffes indáson belül az egyik vonal a griffes volt a halász-vadász, és íjas, hogy úgy mondjam, lovas íjászok. A másik oldal pedig volt a földműves és pásztor csoport, akik megtermelték a kenyér, megfalott, meg a többit, amiről él az ember, amellett, amit vadászattal és halászattal összeszed. Ez mellékes volt. Kérem, hogy első lépésben tekintsük át azokat a képeket, amelyek a kiosztott anyagon szerepelnek. Először a negyedik számú mellékletre szíveskedjenek megtekinteni. Ezen látható, azt mondja, Tilmun földrajzi koordinátái. Tilmunnak nevezték
a sumerok idejében Krisztus előtt 2-3 ezerrel, meg utána is, meg mai nap is, meg az irodalom alapján a sumeroknak és a velük rokon népeknek az ős hazáját. Tilmun azt jelenti, hogy ős haza. Másik név változata Ituki vagy Nituki, ez is ugyanazt jelenti, hogy a népnek az ős hazája. De azt mondja, hogy ha elolvassuk ezt a akkád nyelven írt, az akkád az kétféleképpen értelmezhető. Egyrészt észak-sumer nyelvjárás volt, és erre az észak-sumer nyelvjárásra rátelepettek sémi népét, és akkor ez a semita nyelv vagy nép is az akkád nevet viselte és viseli. Azt mondja, hogy ez nagyon csodálatos ez a szöveg, mert meglátják. Azt mondja, Tilmun Samálak, 30 az csalása, Kazbu, Inak Amal, Tantim, Nibi, Il Samsi, Kíma, Nóni, Sikhívú, Narbasu. A magyar fordítása, hogy Tilmun, tehát ez a ős haza, mint út távolsága, vagy hogy 30 mérföld, egy mérföld az 10,7 km, 30 mérföld az 320-350 km távolság, mint a másik értelme pedig útvonal, útirány, az két égi mérföld óra, egy óra az 30 fok, és két óra, ilyen égi mérföld, az 60 fok. Mégpedig a napisten feljövetele tengerének a közepében, most a napisten feljövetele tengere, az a szemlélőtől keletre eső tenger volt, és ahol ezt írták, az a Kaspi tengertől nyugatra a Kúra folyó völgyében lehetett, vagy annak a környékén a Kaukázus keleti felében, mert ugye onnan látszik keletre, mint az elkelő nap tengere, a Kaspi tenger. Úgy miként mégpedig abban az irányban, ami a halak, az nekik megfelelő házuk csillagképük. Most a halak csillagképét alul lehet látni, hogy nyugat-kelet-észak-délarány, és a keleti iránytól, ami akkor az ikreknek felelt meg, attól a 60 fok az egy ilyen, az a szakaszott vonallal jelzett irányt mutatja. Most honnan származik-e, honnan kell tekinteni ezt a 60 fokot? Nyilvánvalóan, hogy Mezopotámia déli részéről, honnan, ahol a sumerok meg utódaik ott laktak. És hogyha a térképen ezt megnézzük, akkor a következő mellékletet tekinthetjük. A második számú melléklet, a 60 fokos szemvonalán a Kaspi tenger délkeleti területére mutat. Az említett, ez a 60 fokos szög, és a szövegben szereplő 350 km körülbelül a parttól, az azt jelenti, hogy ennek a szögnek a vonalán, amikor elérjük a Kaspi tenger délnyugati részét, akkor onnan a tengerben még 350 kilométert kell számolnunk, és ott elérkezünk a Kaspi-tenger mai partvidékének a keleti részére, és ott van ezek szerint az ősi Tilmun. A sumer nép kialakulásáról kell néhány szót szólni, nevezetesen az, hogy érdekes módon a magyar nyelv és a sumer nyelv között
körülbelül jó 1000 vagy akár 2000 olyan szótő is akad, amelyik hasonló vagy azonosnak tekinthető. Ami azt jelenti, hogy a sumer nyelven van egy magyar rokon szócsoport is. És az a kérdés, hogy hogyan került bele ez a szócsoport? Nem úgy, hogy mi onnan vettük át, vagy ők tőlünk vették oda át, hanem úgy került bele, hogy körülbelül a Kaukázus déli területéről, a Kúra-Arax folyó vidékéről egy magyar rokon népcsoport leköltözött Mezopotámia déli részére, és ott összeolvadt azokkal a népekkel, akik korábban már ott laktak, és valószínű, ezt nem tudjuk pontosan, vagy kelet-afrikai, és vagy indiai, indusvölgyi népek keveréke lehetett, akik a tenger partján szépen elmentek az egyik helyről a másikra. Így tehát a sumer nép olyannak tekinthető, mindabban tegyük fel, hogy etiópiai és indiai ősnépnek a magyar rokon néppel való keveredéséből állt elő, vagy keletkezett. Na most ehhez még annyit érdemes megemlíteni, hogy régen a magyar rokon népek családja olyan volt, mint most a szláv népek családja, hogy a csehektől kezdve a szerbekig, meg a bolgároktól kezdve az oroszokig, stb. Ez mind szláv, és rokon nyelvet beszélnek, szoktam mondani, hogy ha egy cseh megiszik egy korsó sört, meg egy bolgár is, akkor kezdik megérteni egymást a szláv nyelvükkel. Tehát ilyen módon képzeljük el, mint ahogy most van különböző népekből álló szláv nagy nyelvcsoport, népcsoport, ugyanígy volt régen magyar rokon népekből álló ilyen nagy népcsoport, innen a Kárpát-medencétől, az Ural-Altáj vidékéig, vagy a Pamírig, és a déli Ural-hegységtől le Észak-Mezopotámiáig. Ezen a nagy területen éltek a magyar rokon népcsalád tagjai. Később ezekre a magyar rokon népcsoportokra, vagy népekre indo-iráni népek nyomultak rá, és részben elüldözték őket nyugat felé, részben rájuk telepedtek és összekeveredtek velük. Ez a népkeveredés okozta a Bibliában is említett nyelvzavarodást. Ugye tudjuk, hogy a Biblia arról ír, hogy amikor Nimród állítólag egy magas tornyot épített Bábeli torony néven, akkor összezavarodott a nyelvük, és utána félbe hagytak a toronyépítést, és mindenki ment világgal, amerre látott. És akkor a kronikáink azt írják, hogy Nimród a nyelvzavarodás után elköltözött mégpedig Irán földjére, amely ma Perzsia, vagy régebben Perzsia néven is ismert volt. Elnézést, melyik krónikáink írják ezt? Tessék? Elnézést, melyik krónikáink írják ezt? Fogom mondani pontosan. Köszönöm. Tehát a Nimród elköltözött, és lézziák a krónikáink, hogy lejárt nagyon fokon felolvasni, hogy tudom én Kézvai Simon krónikája mit ír. És akkor eljutott a Hunorral és Magorral, mentek és szarvasűzés, biztos ismerős mindenkinek ez a történet. És ott, hát persze eltűnt a szarvas, keresték, de nem találták. De ennek tetszett nekik az a vidék, és
visszamentek az apjukhoz, és arra kérték, hogy építsen nekik egy monostort ott ezen a területen, ahol ők szépen nyugodtan a tudományoknak, meg a tanulásnak élhetnek. És ez így is történt. Aztán meg továbbiakat majd később olvasom. Ezzel csak arra akartam utalni, hogy a krónikáim teljesen összhangban vannak azzal az állásponttal, vagy azzal a viszonyal, amit a kiosztott papíron is lehet látni. Hát, ha megnézzük a második számú mellékletet, akkor ott lehet látni, hogy a sumerok dél-mezopotámiai országából ezt a 60 fokos szöget akkor az szépen átmegy a Kaszpi-tengeren a partjától kb. 350 kilométerre. Ott található az a terület, amiben Tilmunnak, azaz őshazának lehet nevezni. Mégpedig ott csodálatos három hegy van. Az egyik a Nagy-Balkán, a másik a Kis-Balkán, a harmadik meg a Oblámbi hegy, amelyik hegyek arról nevezetesek, hogy Bálistenre utal mind a háromnak a neve. Az Oblámbi is Bálistenre utal. Tehát Bálisten három hegyvidéke vagy hegye, és innentől kezdve a hármas halomig a címerünkig ugyanez a három hegy, meg a párhuzama jelenik meg a címerünkben is, majd lesz meg erről szó. Azt utána érdemes megnézni az első számú mellékletet. Az első számú mellékleten látszik, hogy a Kaszpi-tengernek a délkeleti partvidékén jó szemük van és el tudják olvasni, akkor ott lehet látni a Oblámbi hegyet, a Nagy-Balkán és a Kis-Balkán hegyet. És a kettő között folyt át régen az Amu-Darja. Az Amu-Darja folyó ma észak felé folyik, a hegyektől észak felé folyik, és az Araltóba ömlik. Régen azonban nem az Araltóba ömlik, hanem ahogy a hegyek közül, Alkán hegyek közül kibukkan, úgy nyugat felé folyt, és itt folyt be, itt ömlött be a Kaszpi-tengerbe. A földrajzi viszonyok változásával ez a helyzet megszűnt, mégpedig azért, mert a hegyek emelkedtek. Mégpedig olyan mértékben emelkedtek, hogy az Amu-Darja folyó, amelyik azelőtt a hegyi vonulattal párhuzamosan nyugat felé folyt, az szépen a talaj emelkedése miatt észak felé vette az irányát, és az Araltóba ömlik a mai nap is bele. Később azonban egy része annan visszafordult, és Uszboly néven visszatért ide a Háromhegy vidékére. Most nézzük meg a harmadik számú mellékletet, amelyik a tenger folyó mocsár gyűrűt mutatja be, mint a Neotisznak a vidékét. A régi tengertól folyó mocsárgyűrű, mint a lehetséges eredeti Neotis, hozzávetőleg is körvonalata is. Most, mi a szakirodalom alapján félre vagyunk egy kicsit vezetve, hát azt olvassuk császár és nem mások szerzők tollából, hogy a Neotis az Azovi tengerrel azonos. Hát nem az Azovi tengerrel azonos, illetve nem csak azzal azonos, hanem régen az volt a helyzet, hogy a Fekete-tengerből átfolyt a víz a Kaszpi-tengerbe, a Szalmanicsi csatornán, amelyik talán a második számú két mellékleten ott észrevehető. Az
Adoni-tengertől a Kaukázus északi előterében van egy, ezen a térképen nem elég jól látható, van egy földsáv, amelyik alacsonyabb a környezeténél, és itt valamikor volt az átfolyás. És akkor a Kaszpi-tenger vízszintje ugyanolyan magas volt, mint a Fekete-tengerű. Ma már azonban 28 méterrel alacsonyabb a Kaszpi-tenger vízszintje, mint a Fekete-tengerű. Tehát miután a hegyek fölemelkedtek, és itt is ez az összekötő csatorna megszűnt, utána nem kap elég vizet a Kaszpi-tenger, és több párolog belőle, mindannyit a beleömlő folyók és az esőpóktól. És így fokozatosan, állandóan csökken a Kaszpi-tengernek a felszíne és a kiterjedése. Most, ha például a harmadik két térkép mellékletet megnézik, akkor képzeljük el, hogy régen a 28 méterrel magasabb volt a tengerszintje, hogy akkor meddig terjedhetett ki a Kaszpi-tenger, nem addig, ameddig a mai térképeken mutatják, hanem például északon a Volga könyökig, Volgográdig, a régi Szalinigrádig terjedhetett ki a víz, amit ilyen sávban van jelölve, ott is tenger lehetett régen, meg a mai Kaszpi-tengertől keletre is különböző dombok, kiemelkedések vannak, amelyek kisebb szigetekként emelkedtek ki a régi tengertófolyó mocsárgyűjéből. Még érdemes megnézni az ötödik mellékletet, amelyeken egy Schumer képjel látható. Ez a Schumer képjel egy 9 kockából álló mezőnek a közepén van a három hegyet jelölő Schumer képjel, és a Gispae a neve, vagy a kiejtése a képnek, és ez azt jelenti, hogy az Isten világ élet a hármas hegycsúcsa, és a legmagasabb hegyen talán, gondolom én, talán a Nagy-Balkán hegyen, annak a tetején állhatott egy örökzöld fa, ciprus, vagy fenyőkézre, vagy valami hasonló. Ami istenség, világ, mindenség, élet, halál, tudás várja tényleg szerepel. Ugyanennek a hármas hegynek a képe az alsó ábrán is látható. Ott az is jelezve van, hogy a három hegyet különféle vízfolyások veszik körül. Most a második téma, amiről beszélni kell, az a földrajzi változások. Már említettem, hogy eredetileg a Szalmanicsi törésvonalon átfolyta vissza a Fekete-tengerből a Kaszpiba, és akkor 28 méterrel magasabb volt a vízszint a mainál. Majd a hegyek megemelkedtek, átfolyás megszűnt, azokra fogy a víz a Kaszpiból. Az amutal, hogy a nyugatról észak felé folyik, de átmenetileg az Uszboly visszatért a Balkán hegyekhez, majd végleg elhagyta azokat a hegyeket. Harmadik téma, amiről meg kell emlékezni, az, hogy mindezeknek a tükröződése szerepel például az Enki és Nimbuszág című hitregyében is. Eszerint Tilmun dicső ország és város, ám kiszárad a folyó, kiszárad a csatorna hálózat, a kutak kiszáradnak, mosatlan a láj, nem tudnak az emberek mosakodni, stb. És akkor Nimszi Killa, Istennő szól Enkinek, a földek urának,
hogy a földanya hozzon édes vizet, és így is történik, és akkor visszajön a elkanyarodott Amudarja folyó, Uzboly néven, Ág nevén visszatér, és ismét lesz a kutakban édes víz, a folyóban, a csatornákban víz, és lehet termelni a gabonát, és így tovább. De sajnos egy idő múlva az Uzboly megint megszűnt, és az Amudarja végleg észak felé a Araltóba fölmegy. Másik a tilbuni kereskedelem himnusza. Ebből az derül ki, hogy mindenféle más népek szállítanak tilbuninak különféle javakat. Tilbun nem ad cserébe semmi a himnusz szerint. Valójában azonban ez nem lehetett igaz. Valójában az történhetett, hogy Tilbun oktatási centrummá vált, és szakembereket, papokat, meg szakmunkásokat, szakembereket képzett különböző országok számára, és ezek a különféle népek és országok fizették Tilbunnak azokat a dolgokat, amik a kereskedelem himnuszában szerepelnek. A harmadik ilyen Gilgames eposzok hősköltemény, amelyikben az út földrajzilag ugyanoda vezet, hogy arról van szó benne, hogy Gilgames meg akarja tudni, hogy az élet után mi vár az emberre, és ezért elmegy Tilbunra, ahol egy hegyoldalon Ziuxugda őse, a örök életű személy tartózkodik, hogy attól megkérdezze, hogy mi a helyzet a halál után. Oda is ér, és a földrajzi leírás Mezopotámia déli részéről pontosan követhető a térképen, hogy a Diala folyó mentén fölmett észak-keletre, ezt az Elbus hegyen átkelt, amelynek az átkelő helyére, vagy útjának a bejáratát. Ott a katonák őrizték, az írás szerint revegyszerű katonák voltak, hanem skorpió emberek. A skorpiónak ugye tudjuk, hogy ilyen támadó szerve van, és így a skorpió emberek azok katonák tulajdonképpen. Nagyon érdekes a Kaszpi-tengertől délre első hegyvidék, aminek a neve manapság Elburz, amelyikben az el szó sumer nyelven szarvasinőt, gazellát, kőszárú kecskét, egy ilyesmit jelent. A búr a madarat, griff madarat is jelent, az itt pedig az élet. Tehát az élet madár és szarvasinő vagy gazella keverékje, az a griff jelképű istensége. Az Elburz hegynek a régi neve Masó hegy volt, és Imród és a családja hegyének tekinthető meg a dámásai istenségünk hegyének. Ugyanis, amit már említettem, hogy a Bábel egy nyelvzavar után Nimród Perzsiába költözött, annak a legjobb vidéke éppen a Kaszpi-tenger déli partja és az Elburz hegy közötti vidék, amelyiket Masanderásnak hívják. És ebben a névben a Mas, az a Masú hegynek is a neve, és a Mas sumer nyelven jelenti a fejedelmet. Nimród, a Nimród Isten, a istenségét, és többet más is. És ez a más szó, a Masuk, egy más neve, a dámási istenségünk előre is szerepel. Most mivel valószínű, hogy Nimród és családja ide Masanderás tartományba költözött,
és a Elbrusz hegy az ő nevét viseli, azért azt lehet mondani, hogy ezt Elbrusz hegy, mint Masur hegy, Nyúrta Ningról és családja, tehát Hunor Magor meg a feleségeinek a helysége volt részben. A következő téma, amit érdemes mondani, hogy régen három nagy népcsoportnak három különböző édene volt. Az éden az egy ilyen kellemes hely volt, gyönyörű az élet, stb. Hát a Pamír és fenségje volt az irániak édene. A Meotis, ami a Kaszpi-tenger körülrevő tenger tófolyó mocsárgyűrű volt régen, ez a dinári turáni magyar rokon népeknek a édene volt. És Mezopotámia pedig a sémi népek édene lette, miután ők Mezopotámiába bevonultak, és utána kialakították a maguk édenéről is szóló mesét. Na most következik a teljes összhang a krónikáinkkal. Ahogy mondtam, elhangzott kérdésre, hogy majd visszatérek rá. Polit az előbb elmondta, mindez a krónikáinkkal is teljes összhangban van. Most nagyon érdekes, a krónikáinkban is megmutatkozik az, hogy a magyaroknak két népforrásuk volt. Az egyik a Jáfet vonalán van levezetve, a másik pedig Nimród vonalán. Most sokan a szerzők azt mondják, hogy a krónikások buták voltak, tehát tévedtek, hát micsoda dolog, hogy lehet az egyik krónikában. Jáfetnek a leszármazottja, a Nimród, a másikban meg a Kus leszármazottja, és így tovább. Nem voltak buták a krónikásaink, olyan nagyon őriztek meg, ami megfelelt a valóságnak. Kézai Simon magyar krónikája körülbelül 1280 körül azt írja, hogy Ménrót Jáfet véréből a toronyépítés után és a nyelvzavarodás után Bevilár Perzsis, vagyis Perzsia vidékére költözött Masanderán tartományba, ahol feleségétől, Enétől, Hunort és Magort nemzette. A Meotis Perzsia tartománya a szomszédos, szűk gázló folyó nincsenek rajta. Ezért helytelen császár Mihály fordítása és álláspontja miszerint a Meotis a Krim félszigete meg az Azovi tenger volt. Ebben legfeljebb annyi az igazság, hogy az is szólnak óriási jelentőségével. Tehát az Azovi tenger meg a Krim félsziget is lehetett a Meotisnek a része, amikor a tengertópolyó mocsárgyűrű a Fekete tengertől, tehát a Kaszpi tenger, vagy az Azovi tengertől így félkörülített, megkerülte a mai Kaszpi tenger, és Kelet-Ukasz vidékén levonult egészen az afgán hegyekig. Tehát lehet, hogy a Meotishoz tartozott valamikor az Azovi tenger és a Krim-félsziget is, de nem csak az volt a Meotis, hanem a Meotis ennél sokkal nagyobb volt, mint ahogy a kiosztott anyagon is az látható. Meotis Perzsis tartománya a szomszédos szűk gázló vezet oda, folyó, hogy nincsenek. Továbbá azt írja Kézai, hogy Hunor és Magor bejárta az ingoványt, amely alkalmas állattenyésztésre. Azután hazamentek és Afrin beleegyezésével letelepedtek, és
atyukkal egy monostort építettek, ahol 5 évig laktak. Majd a 6. évben kikalandoztak, és Belár bolgár fiainak feleségeit elrabolták, köztük Dula Alán fejedelem két lányát is, kiket Hunor és Magor vett feleségül. Atyukkal tehát monostort építettek, ahol 5 évig laktak, ami úgy értelmezhető, hogy ott tanulmányokat folytathattak, és részt vettek abban az iskolai képzésben, ami ott kialakulhatott. Miután a 3 hegytől elfolyt más irányba az Uszboly, mint a Amudarjának a későbbi változata, akkor ott maradt a város víz nélkül megint, és kezdődött a probléma úgy, hogy beszüntették a mezőgazdasági termelést, meg az állattenyésztést, és csak kulturális oktatási tevékenységgel foglalkoztak, amiért a különböző népektől, akiknek a részére, nem a számára, részére adnak is, képezték a papokat, meg a szakembereket. Nagyon érdekes, hogy mindezek alapján a Meótész egy népszülő őshaza. Az összes magyar rokon dinári, turáni nép mitológiai őshazája. Ez a nagy terület, amit tengertófúró mocsárgyűrűnek tekinthetünk. Tilmun Ituki tehát felhagyott a termeléssel, csak oktatásra szakosodott. Nagyon érdekes a Bezdédi Tarsoly lemez párhuzama az Avesztában. És amit bemutatni hoztam, itt van a Bezdédi Tarsoly lemeznek a képe, biztosan ismeri sokan. Ami a legérdekesebb rajta, hogy a griffes indás díszítés, tehát Hurri Guti és magyar díszítéssel van összerelve, és van rajta egy Simurg, meg egy griff. A Kaszpi-tenger közepén egy hegyen állt egy nagy fa, amely fán lakott a Simurg és Kamrós a griff, és ez a Simurg, mint női istenséget terjesztette el a világban a különféle növényeket, a gyógynövényeket és a tápláló növényeket, meg mindenféle növényeket. És ez egy csodálatos dolog, hogy az Avesztában a perzsák régi hagyományőrző írásában is szerepel a magyar hagyományban szintén a Bezdédi Tarsoly lemez. Meg kell említeni a csodaszarvas Meótiszát, a regősének egyben, 58 regősének szerepel a csodaszarvas. Júlia Széplány kezdeti balladában pedig a fodor fehér bárány a helyettesíti a szarvas. És végül megemlíteném, hogy címerünkben a hármas halom, ez a Nagy-Balkán, a Kis-Balkán meg a Doglári-hegy párhuzama. A kettős kereszt a címerünkben, az pedig az istenség, világ, élet, tudásfa, ami ott állt a hármas hegy középső legmagasabb részén. Az Árpád sávokat, tűz pedig a tűzoltárokat mintázzák, amelyiken ugye a vörös kőből voltak a vörös sávok, fehér kőből a fehérek, és kagylókkal díszítették. Köszönhetjük harmadik Bélának és a fiainak, Imrének és második Andrásnak, hogy a címerünk jelképeit megőrizték nekünk.
végül egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elolvasni. Ez pedig a Dzsakpár Tarihi című volgavidéki törös nyelvű bolgár krónika, amelyikben a következőt olvashatjuk. A hitregelyős hazánk, amely tehát az említett hármas helyvidékén volt, ebben a krónikában szerepelnek a magyar szempontból különösen fontos megállapítások. A baskortok vagy baskírok, mazgutok, azaz masszagéták és urmiaiak keveréke voltak. Most hát tudnunk kell, hogy míg a hitregei őshazánk az ott a Meotis vidékén volt, addig a tényleges őshazánk attól nyugatabbra az Urmiató vidékén dokumentálható a különféle források alapján. És ehhez kapcsolódik ez a szövegrész is. Hogy tehát, és urmiai a keveréke voltak, és urmiai nyelven beszéltek. Bolimar türkmén nyomásra a lojális hunokkal és masszagétákkal nyugat felé vonult a baskirokhoz, akik oltalmunkba vették a hunokat, akik a baskiroktól a Szeber-Szabír szövetséges nevet kapták. Hát a Szabír név nem Szibériáról ered, hanem azt jelenti, hogy szövetségesek. És a magyarok is ilyen szövetséget alkotó népek voltak. A türkök ugíroknak nevezték a baskiroknak, akik az maradj Isten tisztelték, most tessenek figyelni, ám magyarnak nevezték. Hitük szerint magyar volt az élet oltalmazója, kezdetben Baragy magyar a Kaukázus hegységben lakott, majd a Kumán Kun pusztába repült, azután ment a baskírokhoz. A baskírok kialakulásában is jelentős szerepet játszott a magyarok keletre vonult ága, melyet a krónika urmiaiaknak az Urmia tótól jött a népnek nevez, és magyar nyelvüket urmiai nyelvnek nevezni. Hát ez egy csodálatos egyezés dolog, és ezzel én be is köszönöm a figyelmüket, és befejeztem a házat. Szeretnék néhány szóval szólni professzor úrhoz. Nagyon szépen köszönjük professzornak, ugye, ahogy tudjuk, már 87 éves ma holnap, ugye, törekszik, hogy törekszel? Szép lassan öregszem, bár arra nem törekszem. Köszönöm szépen. Tehát, professzorúval most másévvel felvettük az életművét. Ez a 12. záró előadás volt, és nagyon szépen köszönjük, hogy ide vonatkozott mindig, ide hévezett, és ez a gyönyörű szép záró előadást most itt megtartotta. Hamarosan elkészülnek a filmek, Kovács Egri Tibor, grafikus művész úr, aki ott áll a kamerában, ő fogja megvágni. És a Neszeda Péter is vett fel egy csomó részt. Ezért szeretném megköszönni professzorunknak ezt a szép estéket, hogy amit kaptunk tőle. Köszönöm szépen. Örök Magyarország, sosem maradsz árva.